Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a terve, mi a szándéka? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Én kicsit bátor voltam, hiszen a Dekameron tárókártyát használtam most ennél a kivetésnél. Remélem, hogy egyetértetek ezzel. A központi téma itt középen van. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a hölgy itt téged szimbolizál, a te tartásodat. Te vagy itt a királynő, és uralkodsz a föld eleme felett. Az összefüggésben van a reális dolgokkal, az anyagiakkal, a munkával, a belső értékekkel, és ahogy látható, így maga biztosan előre tekintesz, előre mész. Ő olyan kicsinek érzi magát a háttérben, de biztos lehetsz abban, hogy követ téged. Mindegy, hogy melyik irányba tekintesz, ő jön utánad. Itt láthatóak a kejhek, ami utal a te érzelmeidre, utal az ő érzelmeire, és a 10-es szám jelent egy új kezdetet. Tehát itt lesz egy új irány, lesz egy új kezdet mély érzelmekkel. Mivel ez a jóslás azt jelenti, hogy mit közöl veled, mi a terve, itt látható, hogy szeretné azt, ha te hoznál itt döntéseket, és ő akar követni téged, kimutatja majd az érzelmeit. Ahol korlátozások vannak nála, ezek az anyagiak, vagy a munkája, a hivatása, keres egy új irányt, szeretne valamit változtatni a munkahelyet illetően. Itt ezen a képen látható, hogy van külső befolyás, vannak változások, vagy lesz egy meglepetés, egy ajánlat, sőt, ahogy a képen látjuk, itt megvan nála a tudás, a tehetség, vagy lesz itt egy tovább képzés. Kezébe veszi a dolgokat, így alakul majd a helyzet, változik valami, tehát nem csak te hozol itt döntéseket, hanem ő is. Látható, hogy a közeljövőt illetően olyan magabiztos lesz. Nem csak a munkát illetően veszi kezébe a dolgokat, hanem téged is megérint, tehát lesz közeledés, találkozás. De itt valaki figyeli az eseményeket. Lehet, hogy valaki kíváncsi, tudni akarja azt, hogyan változnak a dolgok kettőtök között, vagy milyen munkahelyi változás lesz nála, de azt is jelentheti ez a kép, hogy ő figyelget téged. Itt újra a kejhek vannak, ami utal az érzelmeitekre, itt lesz egy találkozás, egy új irány, változások, és nem csak te döntesz, nem csak te indítod ezt az új kezdetet, hanem ő is szeretne belépni ebbe a helyzetbe, kimutatja a vágyait, az érzelmeit, és közli azt veled, hogy ő mit akar. Itt a torony utal a változásokra, lehet, hogy először úgy összeomlik minden, de ez azt jelenti, hogy ezt lezárjátok, és akkor lesz egy új kezdet, kezedbe veszed a dolgokat, irányítod az eseményeket, és itt a 10-es szám ugyanúgy, mint itt, azt jelenti, itt lesz egy új periódus, egy új irány, és itt érzelmekről van szó, itt a kardoknál beszélgetésekről, kommunikációról van szó, ő odafigyel arra, hogy te mit akarsz, vagy akarja azt, hogy te irányítsd az eseményeket, hogy te hozz fontos döntéseket, de biztos lehetsz abban, hogy ő követ téged, és ezt közli is veled, azt is, hogy ő mit akar. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!